Botka László, MSZP választmányi elnök a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön tévén nézte a tegnapi tüntetést, ahogy mondják, más hivatali elfoglaltsága miatt nem a szegedi programok föl, voltak, vagy igen. Szegedi programja volt. Tévén milyen volt? Felemelő volt, mint ahogy gondolom a helyszínen is, és azt gondolom, hogy ez a tegnapi rendezvény képes lehet valódi korszakhatárnak lenni, hogy a magyarság többsége is minden demokratikusan gondolkodó magyar állampolgár, hiszen azért mi vagyunk jóval többen ebben az országban, mint akik esetleg szimpatizálnak a szélsőséges eszmékkel. Közösen valóban el tudjuk kérni, hogy eddig és ne tovább. Természetesen az akkor lesz sikeres, hogyha a vasárnap szellemisége folytatódni fog. Azt mondta itt a parlamentben Rogán Antal, válaszolva a sárga csekk, sárga csillag összemosásra, hogy a szocialistáknak címzett egy mondatot, hogy mindenkinek csak olyan erkölcsi mércét állítsanak az MSZP-sek, amelyet ők maguk is képesek megugrani. Hát általánosságban igaz ez a mondat, csak nem igazából értem, hogy mire értette. Valóban egyébként a parlamentbe viszont most érkeztem, tehát nagyon friss élményeim vannak a parlamenti történésekről. Itt folytatódott a vasárnap. Nekünk már eleve egy hiányérzettel, hiszen én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez valódi korszakhatár legyen, hogy eddig és ne tovább, akkor a parlamenti ülésnap legfontosabb hozzászólása, ami nem más, mint a napirend előtti felszólalás, ott azért továbbra is hiányzik egy napirend előtti felszólalás, a miniszterelnök úr Orbán Viktor napirend előtti felszólalása. Egy ilyen az egész országot és azon, hogy a világot megrázó botrány után, én azt gondolom, hogy fontos lett volna, hogy a miniszterelnök úra saját szavaival egy nagyon fajsúlyos és hangsúlyos beszédet mond. A nap folyamán egyébként megszólalt, mert több azonnali kérdés is foglalkozott ezzel, de én úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb és sokkal erősebb lett volna, hogyha ebben a nagy nemzeti összefogásban a éppen regnáló miniszterelnök is megszólal. Sokan azt mondják, hogy ha nem mondott volna Mesterházy Attila egy ilyen energikus felszólást e tárgyban, hogy ő mit kér a miniszterelnöktől, akkor lehet, hogy megszólalt volna. Na de így, hát csak nem fog a ellenzéki frakcióvezető, hogy mondjam, követelésének engedelmeskedni. De hát ugye ez éppen erről szól, hogy most már nem egymással foglalkozunk ebben a kérdéskörben, hanem közösen egyértelművé tesszük a náci eszméket képviselő Jobbik felé, hogy senki számára a hatalomért sem elfogadható, amit művelnek. Én magam is azt gondolom, hogy az a nyílt náci szöveg, amit ugye a múlt héten elhangzott a parlamentben, ez valóban egy új minőséget, egy új műfajt hozott be. Azokkal értek egyet, akik azt gondolják és azt mondják, hogy azért látható, hogy a Jobbik az elmúlt időszakban azért folyamatosan próbálta tágítani a határokat, tehát minden héten rátett egyet a korábbi időszaknak a szövegeire, de most eljutottak arra a pontra, amit se kimagyarázni, sem megbocsátani nem lehet, tehát ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség lett volna a miniszterelnök napirend előtti határozott felszólalására, és hát azt is jelenség volt azért a mai nap folyamán, hogy a nagy vasárnapi egység azért a hétköznapokban nem működik azért teljesen, mert például Répási államtitkár úr, az MSZP... Rétvári államtitkár úr, az MSZP ezzel foglalkozó napirendőti felszólalásánál már egyetlen kimondta, hogy itt a Jobbik annak köszönheti a létét, hogy volt Gyurcsány és Bajnai kormány, ami igen, azért önmagában képtelenség. Igen, ugyanakkor hát végül is a Jobbik ott kezdett megerősödni, azért azt tisztázzuk. Én azt gondolom, hogy a magyar szélsőjobbnak... Aztán Orbán Viktor se tudta két pofonnal elintézni, de azért ott már meglehetősen megerősödött, és igazából nem volt hatékony fegyvere a szocialista pártnak vagy kormánynak arra, hogy a Jobbikot csírájában elfogja. Azért kicsit gondolkodjunk már, meg gondoljunk vissza azért az elmúlt években, azért... Még a Jobbik talán sehol nem volt, amikor a jobboldali fideszes képviselők részéről ugye a hétköznapi beszéd és a politikai közbeszéd részévé például az a fogadom, hogy hazaáruló. Ugye korábban nem is hallottunk erről. Meg az idegen szívűek kifejezés, meg a haza nem lehet ellenzékben, amiket én nem vonom kétségbe, hogy sok jobboldali képviselő úgy használt, hogy nem is gondolt bele egyébként náci eszméket, de azt viszont határozottan állítom, hogy akik erre fogékonyak voltak, vagy akik erre akartak építeni egy újabb politikai mozgalmat, mint ahogy ugye fellőtt a Jobbik, azok persze értették ezt a kettős üzenetet, és dekódolni tudták, hogy tulajdonképpen ki mit is ért rajta. Én azt gondolom, hogy ennek, hogyha valóban azt gondoljuk, hogy az ország érdekében vége kell, hogy legyen, akkor a leghatározottabban vége kell, hogy legyen, hogy a meghatározott demokratikus politikai erők egymásra mutogatnak, és a vasárnap szellemiségét a hétköznapokban is tovább kell vinni. Ma az országgyűlésben egyébként mi elkezdtük teljesíteni, amit vállaltunk. Most volt a többedik körös szavazása például a jövő évi költségvetési törvénynek, ahol szerepelt jó néhány jobbikos képviselő által jegyzett
módosító indítvány is, az MSZP frakció tagjai nem szavaztak róla. Tehát nem leszavazták, nem szavaztunk róla. Egyértelművé tettük, hogy amíg ugye a náci beszédet elmondó képviselő, ugye Gyöngyösi Márton a külügybizottság alelnöke, az MSZP képviselői nem vesznek részt ennek a bizottságnak a munkájában. És én azért láttam a jobbikos képviselőkön és frakción, hogy azért érzik azt a szorítást, amit ebben az ügyben kialakult. Én úgy gondolom, hogy ezt tovább kell folytatnunk, és tovább kell folytatnunk, teljesen egyetértek az előző beszélgetésben elhangzott módon, a hétköznapokban, a települések életében, a helyi politikában is. Azt tervezik, hogyha a jobbikos napirend előtti felszólalás van, akkor ugyanúgy nem mennek be, mint ahogy most Vona Gábornál nem mentek be? Én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, ráadásul Vona Gábor egy elfogadhatatlan és minősíthetetlen felszólalást tett ugye a parlamentben, és ugye nem csak a szöveg elfogadhatatlan, amit használ a Jobbik, hanem az is elfogadhatatlan, hogy még gyáva is, hiszen letagadja és próbálja magyarázni, hogy nem azokat mondták, mint amik egyébként elhagyta a szájukat. És hát azt is tudjuk azonban valamennyien, hogy ezek a mondatok és ez a gondolat azért nem múlt héten hangzott el először a magyar közéletben. Hát volt itt tüntetés is a jobbikos szervezésben, ahol ennél még keményebben fogalmazták meg ugyanezt a náci gondolatot. De hogyha csak az MSZP csinálja ezt, akkor természetesen kisebb a hatása, mint hogyha a Fidesz is határozottan mellé állna. Itt azért hagyj egyezzem meg, nem menekülve a felelősség alól, hogy azért itt van egy csapdahelyzet. A Fideszes kétharmad ugye többszörösen módosította a házszabályt, és így például sürgősségindítványt, vagyis olyan indítványt, amit a háznak legalábbis szavaznia kell róla, hogy napirendre kerüljön, csak a képviselők 20%-ának a kezdeményezésére lehet benyújtani. Ez a 20% ez úgy van megállapítva, hogy egyébként a demokratikus ellenzéki pártok, tehát az MSZP, az LMP és a DK önmagában nem tudja ezt elérni, tehát szükség volt a korábbi időszakban egyfajta jobbikos támogatásra is, legalábbis a kezdeményezésnél. És akkor most mi lesz? Ez egy nagy kérdés, én azt gondolom a magam részéről, ez majd a gyakorlat kialakítja, hogy fontosabb az a cél és az az alapelv, amit vasárnap ez az ország kimondott, mint hogy egyébként néhány a Fidesz által többnyire úgyis leszavazott javaslatunk oda kerüljön a parlament elé. Ha most azt is mondta Steiner Pál, a mármint a jövőbeni MSZP-s magatartása vonatkozóan, hogy eddig volt, hogy kényszerűen aláírta közös kezdeményezéseket, ezt a fajta együttműködést a jövőben nem teszik meg, gondolom erre utalt most. Igen. Az imént. Aztán arra a felvetés, hogy ezt teszik-e akkor, ha például az LMP az Alkotmánybírósághoz fordulna, és kéri az ellenzéki pártok támogatását, akkor azt mondta Steiner Pál, olyan papír nem születik, amin a szocialista frakció és a Jobbik együtt szerepelne. Akkor ezek szerint ez egy határozott születik. Álláspont. A karantén, amit megkérdettünk, az erről szól, de még egyszer hangsúlyozom, mi ezt már elkezdtük a mai napon, tehát az első parlamenti ülésnapon, amikor erre lehetőség volt. Én nagyon bízom benne, hogy a Fidesz is komolyan gondolja, hogy ez az összefogás a nácizmus ellen, ez akkor éri el az eredményét, és akkor lehet sikeres, hogyha ebben az együttműködés azért kialakul. Ettől természetesen még nagyszerűket lehet vitatkozni a parlamentben, mert ezen kívül nem hiszem, hogy lenne még más kérdés, amiben a jelenlegi kormánypártokkal egyetértünk. De ha megengedi, azért visszatérnék a másik oldalára is. A parlament nagyon fontos. Mert ha a parlamentben elhangozhatnak ilyen kifejezések, ilyen szavak, ha náci gondolat, akkor ez azt jelenti, hogy felhatalmazást kap mindenki, hogy otthon, a munkahelyen, a helyi közösségben hát tudja használni. Példát, amiről itt a fórumban is beszámolt. Igen. Egy néző, hogy hát Békés Csabán ott inzultáltak egy idős. Azt is azt mondják, hát ha a parlamentben lehet zsidózni, akkor lehet zsidózni az utcán is. Sőt, hogyha a parlamentben lehet zsidózni, akkor sokkal durvább dolgok jelennek meg az utcán és a hétköznapokban, de ez igaz a politikára is. Nagyon fontos a parlamentben ülő vezető politikusoknak a magatartása, a kormánytagjainak a magatartása, a frakcióknak az álláspontja, de legalább ennyire fontos, hogy a mindenki által sokkal könnyebben érthető, elérhető és napi tapasztalattal bíró helyi közéletben, helyi politikában, önkormányzatoknál is ez legyen a szabály, vagyis hogy a hatalomért és a többségért sem működjön senki együtt a Jobbikkal. Most, ha már az önkormányzatot említette, itt van ugye a Szegedi Önkormányzat, ön a polgármester, kisebbségben kormányoz, és itt volt a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatónője, akit 15-14 arányban leszavazott a közgyűlés. A Fidesz a Jobbikkal együtt szavazta le Bátyai Edinát, és egyetlen szavazaton múlt ugye ez az egész dolog. Ön egy időhúzó lépést tett, és most két hét van arra, hogy ez a helyzet megforduljon. De ez a szavazás elég különös körülmények között történt, mert egy jobbikos képviselő, aki ellen lett volna vád,
az tulajdonképpen nem tárgyalták az ügyét, nehogy véletlenül kizárják az önkormányzatot, vagy lemondassák, nem tudom pontosan, hogy mindjárt megmondja, mi ennek a jogi lehetőség, és akkor nem lett volna meg ez a többség, amivel az igazgatónőt menesztették volna. Hát, sajnos akaratunkon és akaratán kívül Szegedváros erre nagyszerű példa, hiszen a 2010-es önkormányzati választásokon patthelyzet jött létre, abból a szempontból, hogy se a Fidesz, se az MSZP nem szerzett többséget. 29 fős a közgyűlés van, 14 fideszes képviselő, 13 MSZP-s képviselő, ugye a többség az 15, ami ugye döntéseket tud hozni. Én a választások után azonnal elmondtam, hogy ebben a helyzetben egyetlen megoldás van, a nemzeti együttműködés rendszerére hivatkozva, amit a Fidesz akkor hirdetett meg, együttműködése és egységes városvezetés kialakítására hívta meg a Fidesz frakciót, és alpolgármesteri tisztségeket, feladatokat ajánlottam a fideszes képviselőknek, és azt mondtam, hogy fogjunk össze és dolgozzunk közösen. A Fidesz erre nemet mondott, és összefogott az egy szem, jelen esetben a mérleg nyelvét jelentő jobbikos képviselővel, és az elmúlt immáron több mint két évben ez a szövetség jelent meg a szegedi közgyűlésben. Ennek azért az alapja alapvetően az önkormányzat vagyona és főleg az önkormányzati cégek működése iránti közös érdeklődés volt. Elosztották egymás között az 14 önkormányzati céget, négynek a Jobbik tett javaslatot ügyvezetőnek, a többinél a Fidesz. De itt volt most ez a képviselő, Keresztúri Farkas Csaba, aki kocsmai verekedésbe keveredett, legalábbis a hírek szerint, és ennek ellenére ott maradhatott a közgyűlésben. És ez a tarthatatlan állapot, ez ugye a szombati közgyűlésen nagyon szimbolikusan mindenki számára érthető módon megjelent, ugyanis két nagyon fontos napirend szerepelt a közgyűlésen. Egyrésztről, miután a jobbikos képviselő, akit a Fidesz egyébként a jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság elnöki tisztségébe emelt, tehát ez egyébként az önkormányzat működésében az egyik legfontosabb bizottság, és mondjuk a város közbiztonságának felügyelete is az ő feladata. Tavaly évben egy garázda bűncselekménybe keveredett, egy fiatal hölgyet inzultált, és utána pedig összeverekedett a fiatal hölgyet védő testvéreivel, mármint a hölgynek a testvéreivel. Ezt egy évig tagadta, majd a bíróságon néhány nappal ezelőtt beismerte, hogy ezt a bűncselekményt elkövette. A kezdeményezés arról szólt, hogy a Fidesz lesz szíves ezt a méltatlan és alkalmatlan jobbikos képviselőt, aki önmaga ismerte be a garázdaság bűncselekményt, váltsa le erről a tisztségről, a tisztségről tudja leváltani, és szólítsa fel, hogy mondjon le. A Fidesz még csak napirendre sem engedte venni ezt a kérdést, és leszavazta, és utána néhány perccel később pedig a Jobbikkal összefogva teljesen törvénytelen és miért tánytalan módon leváltották a szabadtéri játékoknak. Amivel ön most még időt nyert, ez elég lesz ön szerint a városban? Olyan a hangulat, hogy talán megváltozik a helyzet? Hát ami ebben az ügyben és ebben a két konkrét ügyben történik, azért szeretném hangsúlyozni, hogy nem Szeged szégyene. Ez 15 embernek a felelőssége, 14 fideszes képviselő és egy jobbikos képviselőnek a szégyene. Én minden polgármesteri eszközzel élni fogok és éltem is eddig, hogy valamilyen módon tompítsa azt a kárt, amit Szegednek okoznak. Két hét van, óriási lakossági felháborodás, ami számomra biztató, hogy Szegeden is a kulturális élet, a tudományos élet és a közélet meghatározó képviselői világnézettől függetlenül felháborítónak tartják ezt a helyzetet, és tarthatatlannak, konzervatívok is, liberálisok is, szocialisták is, baloldaliak. Hát csak egy példát hagyd mondjak, pénteken, szombaton közös sajtótájékoztatót tartott Szörényi Levente, Bródi János és Alföldi Róbert, és együtt tiltakoztak a kialakult helyzet miatt, és elfogadhatatlannak tartották, és én valamennyi meghatározó színházi szakmai szervezettől, szakszervezettől szinte ugyanolyan szövegű tiltakozó levelet kaptam, beleértve a Vidnyánszki által fémjelzett teátrumi társaságot, ami ugye értelemszerűen tehát egyfajta jobboldali. Tehát Vidnyánszki is a leváltott igazgatónő mellett. A törvényesség mellett és a kultúra autonómia mellett. Tehát természetesen a színházi életben is ezek a szakmai szervezetek, hát akár ki mondjuk, akár nem, egyfajta világnézeti csoportosulás is jelentenek, de teljesen egységesen mind a négy meghatározó szervezet szinte ugyanazon szavakkal ítélte el azt, amit a szegedi Fidesz a Jobbikkal összefogva tett. Kíváncsi vagyok, mire lesz elég a két hét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.